Mak Károly és munkássága volt a témája a legutóbbi filmklubnak. A Solymár Imre Városi Könyvtárban szeptemberben indították el az 5 alkalmas sorozatot. Mak Károly kapcsán Krencsei Marian színésznő neve kikerülhetetlen, akivel 1957-ben kötött házasságot, bár rövid életű volt a kapcsolatuk, mindösszesen 3 évig tartott. Ő férhez ment Amerikába, Karcsitól elvált, és akkor férhez ment Amerikába, és szakított a színészettel kint. Ahogy mondtam múltkor is, amikor beszéltünk, a Kapos Gyulán is. Ugye ezek hasonló, bizonyos szintig hasonló történetek vannak, hogy elment ki Amerikába, és ott már nem tud színész lenni. Hiába itthon, akármekkora sztár, és ez a mai nap is így van egyébként. A mai nap is így van, hogy azok a színészként nagyon nehézként megtapadni, mert kizárólag olyan szerepeket kaphat, amikor magyar akcentussal kell beszélni, mert nem tudjuk levetni ezt a magyar akcentusunkat, ami van az angol beszéd, nagyon-nagyon keveseknek sikerül, és nem is sikerésten igazából. A filmklub kalauza Kindl Gábor, aki személyes kapcsolatot is ápolt a rendezővel. Nagyon közeli, jó ismerősöm volt, sokszor járt nálunk az elmúlt években, a 2004-től kezdődően. Szilvai professzor, Balázsak, Kossuth Díjas művészünk alapítja. Aznap, amikor hazamentem, már várt a diszpó a Rimóti próba felvételére. És hát persze nagyon nagy öröm volt nekem, mert jártam már egyszerként, nem is tudom, Rákóczi hadnagya alkalmából próba felvételen, akkor még a Badal Jáncsi volt otthon. Úgyhogy ez nem volt egy váratlan dolog, de mégis nekem úgy jött, mint egy ilyen segélynyújtás, mert hirtelen mégiscsak volt tennivalóm, és hát nagyon csodálkoztam, hogy én kaptam meg a szerepet, mert állítólag addig már nem tudom hányat, te jobban tudod, jobban emlékszel, hogy rengeteget megnéztek. Igen. De akkor azt nem mondtam. Nem mondtam? Nem. Nem, még derül neki. De azt a vasérben kapta meg. Hát az én előjegyzett. Talán a Lilienfit is azért hoztam így ma ebbe a programba, mert rá jellemző volt az a bohémság, az az életfelfogás, ami rá jellemző volt, és talán azért is alakult ki közöttünk is az a kölcsönös ilyen szimpátia, hogy bármikor szóltam neki. Volt, amikor televíziós műsorban is szerepeltünk együtt Karcsivácsival. Nagyon-nagyon fiatalos gondolkodású volt, és nagyon szerethető ember is. Hát ezért is volt ez a sok közös együtt töltött óra és munka. A mostani filmklub sem a klasszikus mozi délelőtt. A cél, hogy a rendezőt magát ismerjék meg az érdeklődők, hiszen filmjeit, alkotásait, ha nem is a teljesség igényével, de a legnagyobbakat nyilván látta a közönség. A fókusz most a rendezői széken van, a kamera másik oldalán, ahová betekinteni nem minden nap nyílik lehetősége a plénumnak. Fontos az, hogy akit valamiért szeretünk, vagy ismerjük, egyáltalán ismerjük, úgy gondoljuk, hogy ismerjük, tehát mindenkinek van egy élete, ugye a filmből, a filmekből, a rendezőnek a látásmódját ismerjük meg, hogy arról a történetről, az ő szemszögéből megvalósítva, az milyen lett, ő mit gondolhatott akkor, amikor megcsinálta azokat a beállítást, vagy egyáltalán, hogy ennek a filmnek a rendezői szerepére vállalkozott, és azért gondolom úgy, hogy mindig fontos, akár a korábbi előadásoknál és korábbi programoknál is, akár a Jiří Menzelnél, vagy akár a Kabos Gyulánál is, hát nyilván azok a fontosok arra kíváncsi, mert filmeket általában látták már ugye, akik itt vannak, és azok az elemek, vagy azok a motivumok érdekesek, amik az embert mutatják meg, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. Mak Károly Európa hírű filmrendező, és egyik a legismertebb magyar filmrendezőknek. Számos játékfilmet és tévéjátékot rendezett, mind hazai, mind külföldi televíziós társaságoknak. Magyar művészettörténet esztétika szakos bölcsész hallgató volt,
1952-ben került a MA Filmhez társrendezőként, 51 óta tanít a Színház és Filmművészeti Főiskolán, 75 óta egyetemi tanár. Első játékfilmje a Liliomfi 1954-ben, mely a kor egyik legnézettebb filmjévé vált, korszakhatárokat jelentő alkotások fűződnek a nevéhez. Szerelem című filmjét 2001-ben minden idők legjobb 100 filmje közé választották.